Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Először megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt ez a gyermek látható. Ez jelentheti a gyermekkorát, hiszen a hold az utalhat az anyukájára. Tehát gondol az anyukájára, itt vannak gyermekkori emlékek nála. Amit ez a két kártya még jelenthet, egy kisbabának a születését. Lehet, hogy ezt tervezi veled. Vagy jelenthet mást is, hiszen a hold szimbolizálja az ő álmait és az ő vágyait. Lehet, hogy ez az álma, hogy legyen egy kisbaba, de a gyermek jelenthet egy új kezdetet is. Az a terve, hogy legyen köztetek egy új kezdet. Amit a gyermek még jelenthet, a te ártatlanságot, vagy az ő ártatlansága. És hogyan érzi magát? Itt a halak jelentik az anyagi dolgokat, de ez kihat az érzelmeire. Lehet, hogy vannak félelmek, hogy lesz veszteség, vagy a halak összefüggésben állnak az ő munkájával, és tervez változásokat, érzi azt, hogy lesznek munkahelyi változások, ami kihat az anyagiakra is, de a halak jelenthetik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, vagy vannak elvárásai, és elvárja tőled azt, hogy értékeld őt. Így meg lesz ez a könnyűség, a levegő eleme, és ez utal a kommunikációra, hiszen a madarak azt szimbolizálják, beszélni akar veled anyagiakról, a munkáról, vagy egy új irányról, és tervekről, vagy mondja azt, hogy te értékes vagy számára. Mit fog tenni? Itt a koporsó lezár bizonyos témákat, de jelentheti a múltat is, az emlékeket, mint például a gyermekkori emlékeket, és itt a négy levelű lóhere az jelent egy szerencsés fordulatot. Ez a kártya, mint időkártya, jelenthet április hónapot, hogy addig le akar zárni valamit, hogy áprilistól kezdve legyen egy új kezdet. És beszélni akar a tervekről. Itt látható a könyv, ami jelenleg összefűz benneteket. Ez jelenti a tudást, a tanulást, de jelenti az árkózottságot is. Lehet, hogy ő viszonyul így hozzád, vagy te vagy túl zárkózott. De a koporsó lezárja a zárkózottságot, és akkor meg lesz itt a mozgás, a könnyűség, egy új irány, egy új kezdet. Ez egyhangban van az érzelmeivel, és lesz egy szerencsés fordulat. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!